Na, egy kis időnk saját témázni. Uh -huh. Rajta. Meséljek neked? Mesélj nekem, igen. Um, mire? Miről? Hát, um, kérdez alám. jó, oké. Okay, um, azt hiszem a mostani Forbes címlapján, ugye Gatján György uh, szerepel, és vele igen, készült. Elkezdtünk erről beszélni. Címlap is. story, a kiváló szerző tollából, aki te magad vagy. De, és ezzel. De, de, nem, egészen, egyszerűen. társszerző. igen. Igaz. Viszont ezzel, ezzel, itt elkezdtünk számolgatni a zene alatt, hogy mekkora. Me mekkora vagyon tulajdonosaival sikerült már összejönnöd és beszélgetned, és egy jó nagy szám kerekedett ki. Mondjuk ennek ehhez, ugye. Péter fi interjú nagyban hozzá igen, segített. Igen, igen. Hogy ő nem maga... is, és nem is akarok összetett számot mondani, mert ez uh, változik is, meg most csak fejből mm -hmm. mondtam, és azért a, a vége a milliárdoknak az változik. Én inkább azért teszem, hogy milyen érdekes, hogy mennyire különböző hát mennyire örülök, hogy összejöhetett, és uh, megírhattam, földeríthettem az ő sikereiknek a, a hátterét, de mindig teljesen különböző a sztori. Tehát a három leggazdagabb magyar mindegyikével beszélhetem. De Jan csak telefonon, mert egy más interjú kapcsán. Tehát a nem Jan annak idején nem én csináltam, de Csányi Sándorral már kétszer is interjúztam, vagy háromszor. És vele mindig az ő dolgozó szobájában. És nem is igazán van máshol, szerintem lehetőség. Uh -huh. tehát nem jellemző szerintem, hogy egyáltalán máshol. E, nagyon interjút, tehát az OTP elnök azért igazgatónál ez, ez, ez így zajlik. E, és György György, név meg, ugye azt, az, az volt nekem az egészben az érdekes, hogy ő azzal, hogy kitokzatoskodott, került a nyilvánosságot, Igen. ugye nagyon sok találgatás is napvilágra került vele kapcsolatosan, meg rá egész egyszerűen ezt a pornó milliárdos mm. jelzőt, és miközben ő maga azt mondja, hogy ő egy technológiai vállalkozó, egy technológiai platformot üzemeltet, hát éppen felnőtt tartalom lett a legnépszerűbb, de nagyon érdekes volt, amikor hosszasan mesélte, hogy ez igazából miről szól, tehát hogy a saját fejlesztésű technológiát hogy kell aláadni, hogy, kele, hogy, hogy érik el azt, hogy a konkurencia ne lépjen utánuk, és igazából azon belül igazi prémium tartalmat próbálnak adni, tehát ők azt mondják, hogy ezen belül ők egy Rolls-Royce, és mindenki azt figyeli, és ezt a minőséget mindenki inkább sokkal olcsóbban, és lejjebb lő, és azt a szintet, amit ők ebben a műfajban, uh -huh. azt, azt senki nem más, és igazából ezért is tudnak, hogy és saját maguk fejlesztik a technológiát, nem pedig összevásárolják, mint a konkurensek, és az sosem gondoltam volna, hogy ez igazából egy olyan üzleti sikernek a titka, amiről pont azért keveset tudunk, mert ő nem szeret beszélni, és viszonylag keveset is van Magyarországon. Úgyhogy vele is nagyon érdekes volt a találkozó, ráadásul a fotóstúdióban, mert annyira volt idő, keveset volt itt, hogy a fotóstúdió mellett leüljünk és beszélgessünk két órát, illetve a kollégámmal beszélgethettünk vele. És nekem mindig ez a legizgalmasabb ebben a dologban, amikor az üzleti dolgok így összeállnak, amikor, és főleg egy ilyen embernél, aki az ország harmadik leggazdagabb embere Magyarországon, és akkor lassan a fejedben összeáll, miután válaszolgat a kérdésekre, hogy mi a modell. Én próbált, én mindent elolvastam nyilván fölkészülésként, mm. ami felelhető Szi? volt, és <laughs> egy csomó mindent megtudtam, láttam a céghálót kollégám, aki ezzel foglalkozik, földerítette, de az, hogy mégis mivel tudták ezt elérni, hogy senki nem tudta őket megszorongatni, és egy egy irgalmatlan pénzgyárként működik ez a, web, ez a website, és amellett ráadásul neki rengeteg más biznisze is és egy birodalmat épített oh, oh. föl, aminek nyilván az alaplába a Jászmin, de azon túl igazából a többi és ott van, és mondjuk a jóslással foglalkozó oldala is nagyon jól megy és profitot hoz, emellett meg rengeteg másra is foglalkozik, és emellett egy baromi érdekes személyiség. És amikor egy összeállt, hogy miért, így üzletileg az egész, na az, az volt egy tök izgalmas. Hát most ez a ezért fontos, meg uh, nyilván azért is, mert végre, végre megszólalt, és hát uh, minél gazdagabb valaki, és minél inkább self-made man. Persze. Hát távolabb van attól, hogy valaha is uh, az, legalább az induló hátszél uh, meg legyen, mert azért, mit tudom én Demjánnál, ők azért régi motorosok, és lehet azt mondani, hogy ők azért már nem, nulla, nem nullával jöttek át a rendszerváltáson. Aki a semmiből jött, és egy 16. kerületi poros utcából indult, és a leggazdagabbá vált, az pedig Gatján György. És pont ezért volt nagyon érdekes, és mindenféle segítség nélkül, mindenféle kapcsolatok nélkül, is ezért Örültem, hogy, hogy hogy beszéltünk, és ezt elmondhatta, hogy hogy csinálta. Van is utalás egyébként az interjúra, hogy igen, és a 16. kerületben most nem emlékszem a az utca nevére. Talán azóta már leaszfaltozták, csak így oda vetette. Igen, igen onnan jött, és pont ezért, pont ezért érdekes. És hogy mennyire más személyiség a három leggazdagabb igen, igen, magyar, igen. teljesen más hozzáállással, teljesen más üzleti modell. Azért Csányi és demian között nyilván vannak átfedések, van közös bizniszük is, ugye akár csak a, gránit Pórus mondom most, illetve ugye Igen. a trigránit tri e, volt korábban. Tehát azért közöttük vannak kapcsolódási pontok, de gatyán, Gat 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 teljesen más. Ja, és Péter Fé, Tomás Péter meg egy külön meg egy teljesen külön 15 milliárd dollárral. Igen. Hát ő meg, az azért zseniális, mert ő meg nulla pénzzel, nulla nyelvtudással mm. kiment Amerikába, és semmi hátszél, senki nem segített, a nyelvet se beszélte, és most a 60-on belül van a leggazdagabb amerikaiak listáján, és olyan technológiai újításokkal, zsenialitással, ugyanakkor a világfelfogása az meg egészen elképesztően távol attól, amit én gondolok például, és néha egészen furcsának érzem, hogy, hogy, hogy mennyire furcsán lát dolgokat. Uh -huh. De ugyanakkor az üzlet, amit fölépített, az egész technológia, amit, Gondolom, amit gondolsz, a tűzdének... Gondolsz arra is, ugye, hogy Trumpot hogy ítélte meg a, Igen, a, 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 az például. elnökválasztás idején, ugye? Igen, akkor még Igen. nem elnök volt, amikor hát, beszéltem. A, amikor, amikor én annak először beszéltem vele, amikor meglátogathattam Floridában, akkor az volt az érdekes, Trump, Tehát Nem Trumpot támogatta, de olyan szinten a a hovatartozás fölülír mindent, tehát ő republikánus, onnantól kezdve minden más az csak rossz lehet. Mm -hmm. és hát, én meg úgy próbálom a világot úgy középről nézni, és Igen. úgy mindent, és nekem ebből ez is, ebb, erről is tetszik, arról is tetszik, ebbe is van, ami nem, ebbe is van, mindenkivel nagyjából kritikus vagyok, egy csomós volt talán túlzottan is szkeptikus, ő meg mindent egy szem, ezen a nézőkén keresztül lehet. Trump Hát, ha ő, ha ő lesz, akkor ő lesz. Nem örült, hogy ő lett a jelölt, de mióta ő lett a jelölt, akkor bármit csinálnak, kutya kötelessége támogatni. Ne, tehát, tudom, ez teljesen távol áll hát mindenkivel kapcsolatban. Tök kritikus vagyok, legalábbis Hint. próbálok. Ez az alapállás. Ugyanakkor, meg tehát tényleg ez, ez, ez tök furcsa, és rengeteg ilyen ember van. És hát ő a leg gazdagabb, hát magyar származású, tehát végül is magyar, hát évente hazajár, vagy öt évente, csak azért jár öt évente, mert nagyon utál utazni, ez csak érdekes. Az meg egy tiszta véletlen, hogy Demjánnal, a második leggazdagabb magyar Demján Sándorral osztálytársak voltak. Tényleg? Igen. Az hú, aztán is aztán, hogy elkerült, osztálytársak, lát, voltak, és, a... és ő mielőtt ő, kivándorolt, azt hiszem 19 éves korában, ha jól emlékszem, valahol azon a környéken. Nagyon-nagyon érdekes volt velük találkozni, és csak boldogság, hogy, hogy, hogy földeríthettem. Önmagában, hogy az interaktív brokersnek a modellje összeállt, hogy, hogy találta ki a világ egyik legnagyobb online uh, broker cégét, és uh, és valóban, az is tetszik, hogy azért a befektetőknek is ő komoly értéket ad azzal, hogy levitte az árakat, és egy hatalmas versenyt kirobbantott. Tehát amit ő megcsinált, az biznisznek is óriási, de nagyon sok befektetőnek segített. Forradalmasította a tőzsdei kereskedést, például ő vitt be először számítógépeket, úgymond, kézi számítógépeket. A 70-es években saját fejlesztésű szinte a chicagói tőzsdére ő számolt, aki legpontosabban és leghamarabb a helyes, helyes opciós árakat, ebből alapozta meg a vagyonát, egy zseni alapvető. tényleg... Hú, erről le. lehet. mindig, mindig belekesedek, ha igen. eszembe jutnak ezek a történetek, azért is szívesen mesélek róla. Nagyon De jó volt. idő az nincsen több, úgyhogy kilelkesed. kilelkesedtem magamat, úgyhogy... Tőzsdékre.